Adhatunk-e egészben nagyobb főtt darab főtt húst a kistestű kutyának, vagy vágjuk kisebb darabokra? A főtt hús az szétrágható a kutyának. Nem olyan nagy baj, hogyha a kistestű kutyának is elő kell készítenie a nyeléshez az ételt, tehát meg kell rágnia alaposan, uram, bocsánat, kicsit meg kell küzdenie a lenyeléssel. Egyetlen egy baj szokott lenni, van néhány kutyafajta, például a pekingi palota, akik, meg a francia bulldog, akik gyakran nem rágnak, csak nyelnek. Tehát egyszerűen nincs késztetésük arra, hogy rágjanak. A legnagyobb falatokat is még megpróbálják egybe lenyelni. Nyilván ezeknél a kutyáknál, ha ezt tapasztaljuk, akkor ez nem célszerű, de minden egyéb esetben igenis nagyobb darabokban adhatjuk a húsdarabokat, mert avval majd szépen megküzdenek, tisztítják a fogukat, a rágóizmaikat és a rágóizületüket mozgásban tartják, élénken tartják, van erre szükség. Szájhigiénés okokból sem nagy baj, hogyha ez így fog történni, tehát ebben nincsen hiba.